Nagy terek lehetőséget kínálnak a nagyobb rendezvények megtartására. Kiállítások, koncertek, színházi előadások is színesítik a programkínálatot. Elkezdtük 2024-ben is a programoknak az összeállítását. Egy évkezdés volt, az Ózon Aszma Egyesület tartott egy nagyon kis évkezdő programot, ahol felléptek az apácois diákok, de Balaskó János is itt volt, és itt volt Farkas Béla, aki tálogatón működött közre. Tehát ezzel indítottuk az évet, és hát természetesen azokat a foglalkozás sorozatokat, előadástöket folytatjuk, amire nagy az érdeklődés. Így például a Dombováriak a nagyvilágban sorozat, ami nagyon népszerű. Most a hét pénteken érkezik Eperjesi József, aki több mint 8000 kilométert tett meg Nyugat-Európában. Egyébként ez az előadás minden hónap harmadik péntekén, mert úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik. Aztán folytatódik a középiskolásoknak tartott rendhagyó órák sorozat. Tavaly évben volt nálunk Juhász Anna, aki egyébként most nem sokára érkezik, február 6-án Sanctum címmel lesz egy nagyon érdekes zenés irodalmi előadás, közreműködik Fűr Anikó, illetve Rutka Robert zenész is. De hát itt még az év folyamán a diákoknak a negyedéve tartunk érdekes előadásokat, különböző a tantárgyakhoz kapcsolódva. Aztán folytatódik az 5 órai tea Markovics Mantonával, itt mindig a jeles személyeket hívunk, akiknek Dombavárhoz kötődése van, akit sokat tettek a városért. Most Berecki Mária kardiológus főorvos lesz a vendégünk január 29-én. Folytatjuk a lélekfrissítő sorozatot. Itt az élet különböző területéről hívunk népszerű vendégeket. Volt nálunk például Szarvas József, és nem csak mint színművész, hanem a tündérkertekről beszélgetett az érdeklődőknek. Itt volt tavaly évben Görög Ibolya protokoll szakértő. Itt volt nálunk tavaly előtt Seffer Erzsébet, az idén szeretnénk mindenképp elhívni majd Lárandást, illetve elhívnánk még Hetesi József fizikust, Kassai Lajos szeretnék elhívni, tehát van ötletünk, úgyhogy ez is folyamatban van. Aztán a kiállítások tekintetében itt a Művődési Házban kettő kiállítóterünk van, egyszer a Majoros terem, ahol éppen most tartózkodunk, illetve az előterünk. Itt nagyjából olyan két havonta váltakoznak majd a kiállítások, de ne feledjük, hogy hozzánk tartozik a helytörténeti gyűjtemény, ott is lesznek időszakos kiállítások, és szerencsére a könyvtár is szerepet vállal ebbe a témakörben is. Most készülünk a Magyar Kultúra napjára, talán ez a legközelebbi program. 20-án, tehát január 20-án szombaton 18 órakor nyílik a Légy képben fotóklubnak a kiállítása az előtérben, amire szeretettel várunk mindenkit. Utána mindjárt 19 órakor következik egy operett, amire nagyon szépen fogynak a jegyek. 22-én a Magyar Kultúra napján Kő Boldizsár Meseterek című kiállítását nyitjuk itt a Majoros Galériában, és közreműködik ezen a programon a Holdalanap zenekar. Ide is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és hát természetesen megvannak a kiállítás terveink. A város hetében 8 alkotó fog kiállítani. Pap József alsóbb családi művész keresett meg minket, és mivel 70 éves lesz, ezért rajta kívül még 7 alkotó különböző témakörökben mindkét teremben tartanak meg egy kiállítást. Készülünk a múzeumok éjszakájára is természetesen, ahol itt nálunk a városban 11 vagy 12 helyszín szokott csatlakozni, és akkor viseletbemutatók, koncertek, előadások, tehát ez mindenképp egy nagy esemény az évben. Színházak, havonta a felnőtt színház, illetve 4 gyerek előadás várja az iskolásokat, óvodásokat az év közben. Aztán az évfordulók, ünnepek is fontosak az életünkben. Természetesen közreműködünk a nemzeti és a városi ünnepekben is. Van, ahol csak technikai segítségként, de előfordul, hogy nálunk itt a színházteremben tartják az iskolák az ünnepi műsoraikat. Már a farsangra is készülünk, amit február 10-én lesz nálunk, a Vattacukor zenekar érkezik, illetve egy kiváló bohóc, aki tavaly is itt volt nálunk, és hát lehet majd kézműveskedni is. Ugyanígy kiemelt programunk például a gyermeknap, amit mi szervezünk, ez itt a ház körül lesz mindenképpen, és hát kicsit rólunk szól majd az ősszel a Kultúrházak éjjel-nappal program, és az Újdombavári Városrésznek az őszi fesztiválon egy kiemelt programja, arra is készülünk majd. A nagy koncerteket nagyrészt a város szervezi. Föl is olvasnék egy párat ebből a repoháról. A Rockmajál is, amely májusban lesz, ott helyi és környékbeli zenekarok is felépnek, de közreműködik a Pokolgép együttes, itt lesz az idén nálunk a Republik együttes, a PTE hangjai, Fenyő Miklós az őszi fesztiválon a Delta együttes, és lesz egy meglepetés koncert a április 6-án, amit még nem mondhatunk meg, hiszen ez lesz a meglepetés. De működnek nálunk szakkörök is, természetesen 3 szakkör működik a Nemzeti Művelődési Intézet programjának köszönhetően.
Minden évben a helytörténeti gyűjteménybe szokott az ő munkáikból kiállítást lenni, ezt valószínűleg most az idén májusra fogjuk kitűzni, és hát természetesen a mindennapi élet, a civil klubok, az amatőr művészeti egyesületek, itt próbál nálunk a Kaposkórus, itt próbál a Kapostánc Együttes, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, a Kertbarátok is még sorolhatnánk, tehát zajlik a mindennapi élet. A Nemzeti Művelődési Intézet térségi kulturális programjai közül több témakörből is lehet választani, például múzeumi szakterület, színházi előadások és koncertek. Népszerű a családfakutatás, amit a Kutasd a múltat témakörű csoportban lehet kielemezni. Az érdeklődők a programokról a Művelődési Ház honlapján vagy személyesen a prospektusokban kapnak tájékoztatást.